Az öreg fiúk teremlabdarúgó tornát négy csapat részvételével bonyolították le a szervezők. A bábolnai együttes mellett elfogadták a meghívást Ács, Bőny és Tárkány focistái, hogy körmérkőzéses rendszerben, baráti hangulatban mérkőzzenek meg egymással. A sportszerűséget mi sem jellemezte jobban, mint hogy a játékvezetők sípszava csak ritkán volt hallható a 2x14 perces meccsek ideje alatt. A bábolnai öreg fiúk Tárkány csapata ellen kezdett. A jobb kondíció, az összeszokottság viszonylag gyorsan a hazaiak oldalára fordította az eredményt, végül már csak a góralány volt kétséges. A bábolnai együttes 6 rúgott gól ellenében ezen a találkozón egyet sem kapott. Bőn csapata már keményebb diónak bizonyult. Tőlük 2-1-es vereséget szenvedtek, de az utolsó mérkőzésen ismét gólparádét produkáltak deresedő halántékú focistáink. 9-szer vették be az ellenfél hálóját, míg saját kapujukba csak 2-szer került a labda. Negyedik helyezett lett Ács csapata. Harmadik lett Tárkány csapata. Második Bábulna csapata. És első, és ezzel egyben torna győztes a Bőny csapata. Jó, és akkor még van 3 külön díjunk. Ez a 3 pezsgő egy-egy emberre vár. Kezdem a legjobb góllövővel, Bőny csapatából Csesztregi János. A legjobb kapus a szervezők szerint Bábolna csapatából Jós István. És van még egy díjunk, a legjobb mezőnyjátékost. Hát itt nehéz volt a döntés, de úgy döntöttünk, hogy a Tárkány csapatából Karva Jottó fogja elvinni ezt a díjat. A sportcsarnok felszerelésével kapcsolatban örömteli hír, hogy a támogatásoknak köszönhetően az öltözőkbe sikerült hajszárítókat, a fürdőkbe és mellékhelyiségekbe pedig törölköző tartókat beszerezni és felszerelni. Üröm az örömben, hogy vannak olyan sportembernek éppen nem nevezhető vandálok, akik fáradtságot és erejüket nem kímélve leszakították a falról az ominózus porcelántartókat. A sportcsarnok vezetése kér mindenkit, hogy a berendezési tárgyakat használják rendeltetésszerűen, aki felesleges energiával rendelkezik, az a küzdőtéren próbálja azt levezetni.